Szeretettel köszöntök mindenkit a KASZ eredmény hirdetésén. Többek között dr. Hoppá Pétert, a kultúráért felelős államtitkárt, Polics József polgármester urat, a fesztivál fővédnökeit és a tisztelt zsűrit, valamint Falcsi Ferenc főszervező urat, akit megkérnék, hogy fáradjon fel a színpadra. Kedves közönség, kedves barátaim, nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Kissé fáradtam, ám annál boldogabban. Itt ez a négy napos színház ünnep zárásaként. Csak ismételni tudnám magam, micsoda öröm és meghatódottság itt állni ez a négy nap után, és lezárni, elbúcsúztatni az idei KASZ-tól, amiért nagyon-nagyon sokat dolgoztunk. Remélem, hogy ez látszott ez a négy nap alatt, és mindenki nagy megelégedéssel távozik ma tőlünk Komlóról. Én köszönöm még egyszer államtitkár úrnak azt a segítséget, hogy megteremtette annak a feltételét, hogy ez a fesztivál létrejöhessen. Polgármester úrnak, hogy Komló ismét otthona volt ennek a fesztiválnak, és ahogy az itt játszó csoportok visszajelzéseiből hallom, otthon érezték magukat ők is Komlón, és remélem nagyon sokszor fogunk meg itt találkozni. Köszönöm a zsűrinek a négy napos kitartást, köszönjük azt a sok-sok hasznos dolgot, amit megosztottatok velünk, és köszönjük, hogy egy kicsit ismét komlóivá váltatok. Köszönöm a közönségnek, akik idén nagyon-nagyon szép számmal látogatták az előadásainkat. Köszönöm a Komlói Súgói Társulat nevében is azt a rengeteg tapsot, amit kaptunk. És engedjétek meg, hogy megköszönjem a Komlói Súgói Egyesület minden tagjának azt a rengeteg munkát, amit az elmúlt hónapokban és ebben a négy napban kifejtettek a fesztivál sikeréért. Nélkülük ez a fesztivál nem jöhetett volna létre. Köszönöm szépen! Gondolom már minden csoport várja az eredményhirdetést, hogy nem is húznám tovább a szót. Én még egyszer köszönöm mindenkinek, és államtitkár úrtól megszívleltem a nyitón a záró gondolatait, hogy KASZ volt, KASZ van, és KASZ lesz. Úgyhogy én úgy búcsúzom tőletek, mint tavaly, jövőre veletek ugyanitt. Engedjétek meg, hogy színpadra szólítsam a fesztivál igazgatóját, Pataki András barátomat. Sok szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntelek benneteket, tisztelt államtitkár úr, alpolgármester asszony, polgármester úr, kedves színjátszók, és ebbe a zsűrit is beleértem. Tűnődtem azon, hogy most az iménti kerekasztal beszélgetés kapcsán is fejtegettük az amatőr színház előtt álló lehetőségeket, bizonyos jövőképet, hogy valahogy úgy vagyunk mi ezzel a gyakorlatilag már évek számában mérve nem is annyira friss demokráciánkkal, mint ahogy az Ószövetségben olvasható, ugye, hogy a Vöröstenger ketté vált, kijött a választott nép a fogságból, és azt követően jött egy hosszú időszak, ami a vándorlás időszak volt. Mi is valahogy így színjátszóként azt hiszem vándorlunk még, mint ahogy az egész társadalom is ezen az úton levésben részesedik. És hát nyilván, ahogyan olvashatjuk az ide vonatkozó szent szövegekben, hát mindenféle hangok voltak hallhatóak. Ismerjük az aranygólium történetét, mindenféle
ötletek voltak ott, hogy is kéne ezt csinálni. A vezető azonban, nevezetesen Mózes nem volt eltéríthető az útról, és végigcsinálta azt, amit akart. És a mi tevékenységünk, a színház is szerintem alapvetően etikai kérdés. Valahogy olyan alapon kéne működjön a mi tevékenységünk is, mint ahogy a tíz parancsolat mentén megszervezi magát egy hivatással bíró, hitvalló ember. Akkor, amikor színpadra megyünk, a hivatásunkat gyakoroljuk, és hitet teszünk gondolatainkkal, cselekvésünkkel, érzelmeinkkel valamiért, és nem valamiből. Ez az amatőr szektor egészen biztosan kijelentheti magáról, hogy nem valamiből akar megélni, hanem valamiért él. Ez a valamiért élés egy egészen különleges perspektívát nyit a tevékenység előtt, végtelen szabadságot, hihetetlen zamatú és finomságú új dimenziót, a szabad alkotás lehetőségét adja meg mindannyiunknak. A Jóisten adjon egészséget minden kedves színjátszónak, csoportnak, aki ezt a tevékenységet hivatásszerűen űzi, és legyen az éppen itt, ezen a fesztiválon vagy máshol, de ezt a tevékenységet a jóért, a közért, a közszolgálatáért teszi. Ez az a dolog, ami minket összekapcsol, és ettől én gyakorlatilag meg is tudok hatódni, most nem teszem, ettől eltekintek, de megható a munka, amit mindannyian elvégeztek, kedves barátaim, napról napra. Az itt lévő 12 csoport, akiket a fesztivál programba beválogattam, mindegyik csoport méltán volt jelen ezen a fesztiválon, különböző okok miatt. Maga a fesztivál megítélésem szerint sokszínű volt, és az előadások 50%-a lényegét tekintve professzionális színvonalú. Ez hatalmas fegyvertény ettől a területtől. Befelé jövet vagy kifelé menet kézbe kapjátok a fesztivál újságoknak, hogy ilyenünk is van. Akkor láthattok ott különböző cikkeket. Meg kell jegyeznem, hogy a három újságíróból, ugye Varga Robi barátunk volt az informatív témával bíró, meg megbízott kedves kolléga, köszönöm a munkádat, Robi, ha itt vagy. És a két másik újságírónk, akik színházi szakkritikusok voltak, nevezetesen Szűcs Katalin Ágnes, a kritikai lapok főszerkesztője, és Perényi Balázs, drámatanár, szakíró. Ők a kritikáikat, mert hogy erre kaptak megbízást, a kritikáikat nem igazították át. A tolluk nem másképpen fogott, mint ahogy egyébként fog. Tehát ők színházi produkciókról írtak kritikákat, függetlenül attól, hogy ez most egy amatőr fesztivál, vagy ez éppen Avignonban ülnének, akkor is ugyanilyen szigorúsággal, vagy ugyanilyen fajta különbségtétel nélkül születtek meg a cikkeik. Nagy öröm, hogy amikor már a színház kritikai szakma egyébként is megszűnő félben kezd lenni, hiszen egy másfajta állapot uralkodik el ebben a mi civilizációnkban, akkor nagyon nagy öröm, hogy pont egy amatőr fesztiválon tudunk biztosítani ilyenfajta szakmai hátteret a zsűri tevékenységén kívül. A zsűri is, köszönöm a munkátokat, hiszen a zsűri is egy ilyenfajta, ahogy tetszik, továbbképzést próbál tartani a párbeszéd jegyében, hiszen ezek a párbeszédek roppant jó okulásra okot adó, vagy éppen sértődésre okot adó, kinek hogy találkozók voltak, de akkor, amikor megfogalmaztuk a gondolatainkat, és én sem voltam egy-két esetben, bár törekedtem, hogy a szokásos kritikusabb hangomat mellőzzem, egy-két esetben ettől nem tekintettem el, de bárkit is értettünk volna meg, azt hiszem mondhatom mindannyiunk nevében, semmiféle bántó szándék nem működött bennünk. Meg kell tanulni, nekünk is, meg nektek is, kedves barátaim, hogy a párbeszédben elhangozhatnak egy párbeszéd, vagy egy gondolkodás kapcsán elhangozhatnak olyan vélemények, amelyek nekünk feltétlenül nem kellően tetszenek, de vegyétek tudomásul azt, hogy eleve az már egy színvonal, hogy itt vagytok ezen a amatőr csoportok díjnyertes, vagy már máshol díjazott produkcióinak a fesztiválján, hiszen ez a klaszt, ez olyan, mint a Poszt. És akkor most, hogy itt tartok ennél a témánál, szeretném megkérni kérdőtársaimat rövid észrevételre. Először is Kubik Annát kérem, Kossuth és Jászai Díjas színművésznőt, a zsűri elnökét, hogy fejtse ki gondolatait. Köszönöm
barátaim! Nem vagyok a szavak embere, más szavai embere vagyok, és hát köszöntenélek benneteket szárnyas szép szavakkal, ahogy Juhász Gyula tette egy gyönyörű versében a magyar vidéki színészethez szólva, azt hiszem ez is a vers cím, hogy a vidéki színészethez. De hát nem vagyok költő, még csak író sem, úgyhogy csak egy szimplán azt mondom, hogy ez 4 nap boldogság volt. Akkor is, hogyha nagyon jót láttunk, akkor is, hogyha kevésbé jót láttunk, a segítés vágya ösztönzött bennünket, amikor néhány kritikai megjegyzést tettünk. Higgyétek el, hogy az volt a legfontosabb ebben az egészben, hogy közösséget alkottunk, együtt voltunk, nézők és színjátszók, szinte összefortunk, voltak itt olyan állandó nézőink, akiket hát hadd üdvözöljek le a kalappal előttük is, mert a lelkesedésük végtelen és csodálatos volt velük együtt tölteni ezt a néhány napot. Tehát azt hiszem, hogy a mai világban ez a legtöbb, amit elérhetünk, hogy megfogjuk egymás kezét, és egymás szemébe tudjuk nézni, és mosolyogni tudjuk egymásra is, és létrejöjjön ez a kütyük szép szavtalt a világ közepette, létrejöjjön ez a fajta közösség, amire vágyunk, és ami elviselhetővé teszi a nehéz életet, a nehéz munkát és mindent együttvéve. Nincs sok különbség profi és amatőr színjátszó között. Egy a célunk, úgy gondolom, a közönségért vagyunk, azért vagyunk, hogy emeljük a egymás gondolkodását, a lelkét, a szívét. Nem kell ezt túlragozni, azt hiszem, hogy mindannyian értitek, miről van szó, nem élünk másért, ezért vagyunk. És akkor a mai napból egy gondolatot kiemelnék, hogy énekelni is kell. Azt hiszem, hogy kell, énekeljünk együtt sokáig, ez a legjobb a világon. Köszönöm a szervezőknek, köszönöm a városnak, Súgolyuknak a hihetetlen szervezést, a város támogatását, az államtitkár úr támogatását, reméljük jövőre is megmarad, és minden tovább fejlődött, mi még kirándulni is mehetünk délelőttönként, köszönjük Mánfát, nagyon köszönjük nektek, Márévárát köszönjük, jó volt így együtt a kirándulás a színházzal, mindenkinek ezt javaslom, hogy amikor a sötétből kimegy, akkor lélegezzem be egy kis oxigént. Jó volt veletek lenni, nagyon jó volt rátok nézni, remélem, hogy nem okozunk csalódást a díjakkal sem, de higgyétek el, hogy mindannyiunkat nagyon-nagyon szerettünk. Köszönöm szépen! Szeretném megosztani, hogy mennyire aktuálisak ezek az idén is. Tavaly arra gondoltam, hogy úgy éreztem magam egy kicsit, mint Kolumbusz Kristóf, nekivágok a nagy óceánnak, és egy új kontinens ezekkel, új lakókkal, valahol a nagyon messze, és hogyha nem érkezett meg erre az új kontinens, akkor atya, most le fogok esni a világ végén. És kikötöttünk nagyon hamar az új kontinensen. Idén a második utazáson pedig arra jöttünk rá, hogy nincs is óceán, hanem csak egy mezsiárok van, ami a két kontinens, a úgynevezett profizmus vagy hivatásos világot, az úgynevezett amatőröktől elválasztja, és ez szinte átugorható. Ez volt az idei benyomásom. Számomra az amatőr szól, legalábbis a minőség hordozó értelmét már tavaly elvesztette. Megrendítő előadásokkal találkoztam tavaly, megrendítő előadásokkal találkoztam idén, és azokról is, amelyektől nem rendültem, megmondhatom, hogy biztosan hogy hivatásos értelemben is hivatásos színvonalak voltak. Én csak a köszönet hangján tudok szólni, mindenki megköszönte mindent, most én ezt újra meg fogom tenni. Köszönöm szépen a helyieknek, hogy minket, zsűritagokat itt egy kicsit tiszteletbeli komolójaknak voltak, ez retteltesen nagyon jól esik. Én magam is dunántúli fiú vagyok, picit nagyobb városban, mint Komló, de ez borzasztóan borzasztóan jól esett. A kölykeim is tiszteletbeli komlóiak lettek, ők hamarabb, mint én, tehát ők előttek, táncoltak a táncolókkal, énekeltek az éneklőkkel, én ettől, hogy is mondjam, hivatásosabb lélek vagyok, és ilyenkor mindig belém áll a görcs, vagy úristen. De hát a gyermeki szellem az mindent üvelő. Én ezt a könnyedséget láttam a
úgynevezett amatőrökben, tényleg ezt most sok idézőjelben tudom csak mondani, ezt már tavaly is elmondtam, és ezt irigylem is tőlük, és köszönöm én is a támogatóknak a támogatást, és azt a reményemet fejezem ki, hogy ez folytatódni fog jövőre is. Köszönöm szépen! Szervusztok, jó napot kívánok! Éppen kiszámoltam, hogy én 1976 óta kerültem bele a színház világába, tehát 40 éve, és azóta több ezer előadást volt szerencsém megnézni, itthon és külföldön egyaránt, és hát részt venni színészként, vagy rendezőként, vagy íróként, vagy mind a háromként. Én mindig azt keresem, mindig gyermeteg lélekkel ülök be minden előadásra, és tulajdonképpen arra várok, hogy azt szeretném, hogyha könnyen lábadna a szemem. Hogyha elérzékenyülnék, hogyha megrendülnék, hogyha valami átjárná a lelkemet és a testemet, ami egyszerre fizikai és lelki élmény. Most ilyen pillanatokból, sokszor ezek csak pillanatok, nagyon sok volt ezen a fesztiválon, tehát egy igazi lélekáramlás működött nagyon sok előadásban, és természetesen annak voltak szellemi alapja is mindig. Szóval nagyon jól éreztem magam másodszor is itt köztetek. Úgy érzem, hogy járva az amatőr fesztiválokat, mert tényleg nagyon sok helyre jutok el, hogy él és erős ez az egész nevező mozgalomnak, hogy akár a gyerekek fesztiválja, akár a diákok, felnőttek, falusiak fesztiválján járok, nagyon sok erős csapat létezik, nagyon sok jó közösség, ehhez persze mindig kell egy ember, aki át tudja lelkesíteni ezeket a társulatokat, egy pedagógus, egy rendező, vagy egy hozzáértő szakember. Ebből is nagyon sok van itt, nagyon sokat láttam itt a kasztón. Szóval, egy szóval, nagyon szeretném megköszönni azt, hogy itt lehettünk. Nagyszerű itt a város, ugye, hogy ezt nem akartam kifelejteni. Tehát, hogy nagyon-nagyon jó azt érezni, hogy tulajdonképpen ez az egyetlen olyan nagy amatőr fesztivál, ahol a város jelen van. Tehát nem csak mi nézzük egymást, hanem hihetetlen módon itt van a közönség. Hát senki nem gondolta volna, hogy a magyar-izlandi meccs csak Kentelbe vertük tulajdonképpen. Bejöttem ide, és mondom, hát közben megy a meccs, a Feriék még azt is mondták, hogy elhelyeznek egy-két patront a darabjukba, hogy mi is tudjuk itt, hogy hogy állunk. És itt ült egy teljes teltház. Szóval ez maga a csoda számomra, és ezt szeretném elérni a többi amatőr fesztiválon is, amit szervezünk. Szóval köszönet mindenkinek, a társulatnak, a közönségnek, a jó hangulatért, és azért, hogy igazán nagyon jó körülményeket tudtak teremteni, méltó körülményeket, méltó előadásokhoz. És van még egy feladatom, mint színjátékos szövetségnek, mondjuk így, hogy egy ezüst minősítést fogok átnyújtani. Erről annyit kell tudni, hogy nekünk van egy minősítési rendszerünk, a tagjaink kaphatják előadásokra. Az itteni előadások közül már nagyon sok előadás minősítve volt máshol, más fesztiválon, tehát nyilván azok most nem kapnak ilyen minősítést. De a mostani minősítő oklevelünket, amit mindig a helyi zsűri ítél oda, a Súgólyog Színház ezüst minősítést nyert el a Család ellen nincs orvosság című előadásával, a rendezője Feri. Külön díjaknál, tehát a
produkciók külön díjai és az első három helyezett mindegyike, hogy ne kelljen egyesével ugyanazt elmondani, most elmondom, mindegyikre vonatkozik. Tehát négy külön díjat fogunk kiadni, és a három elsőt, tehát az első, második, harmadikat értelemszerűen az első helyezett a fődíjasa a fesztiválnak. És ezzel a külön díjakkal kiegészülhetett 7 darab produkciót érint. A 7 produkció mindegyike meghívást kapott, egyrészt a kezdem a kisebbnek számító volt, tehát a Soproni Petőfi Színház teátrumi színezőn című programjára, amely szeptember 30-án és október 1-én lesz, tehát ez egy fellépési lehetőség az itt látott produkcióval. És ugyanezek az előadások kapják ugyanezt a lehetőséget a Budapesti Nemzeti Színházban is, Vigyánszky Attila vezérigazgató úr jóvoltából. Tehát a külön díjak és a kiemelt fődíjjal bíró produkciók meghívási lehetőséget, vagy fellépési lehetőséget kapnak, mert meg vannak hívva erre a két közszínházi helyszínre. És akkor most készfogás erejéig fogom a külön díjakat átadni, ha megtalálom a borítékra, amit ráírtam. Nagy tisztelettel és szeretettel gratulálok a külön díjhoz és a soproni és budapesti meghíváshoz a Komlói Súgolyok Egyesületnek. Így a külön díjak esetében ez 50 000 forintos külön díjat is jelent a meghíváson kívül. A következő külön díjas a Lendvai Színház. Nem tudom, hogy van-e itt a képviseletünkben valaki. Nagy szeretettel gratulálunk nekik, a Tóték című előadását hívjuk Sopronban. Színházi költészettel és gyönyörű szép varázslattal, úgyhogy nagy kaland volt, ez egy teljesen új műfaj, gyakorlatilag amiért külön köszönet jár. És akkor most jön szépen a... személyre szóló díjakat adjuk át most. A legjobb mellékszereplő díját nyerte a Móka Érmihályfalvi csoportból Kestés Zoltán. Legjobb női főszerepre
a Yes pécsi előadásából. Lasics Barbarát szólítjuk meg. Szerint a Pécsi Nemzetiben is játszik és oktat, egy csodálatos szépségű és tehetségű hölgy, aki Oféliát játszotta a Hamlet című előadásban. Legjobb férfi főszerepre szólítom a Kaszt Körmendből, Szép Dániel. Neve, ugye, hogyha a sörre gondolok, meg szoktam ilyenekkel poénkodni, és hogy nem sok városban van ilyen csinos alpolgármester. És akkor erre most lám-lám elfelejtem felhívni a színpadon. És most nem mulasztom el, kérem a város polgármesterét, Polics urat, hogy fáradjon föl, és adja át a második díjat, amit a második helyezést kapja Shakespeare Hamlet című előadásáért a Pécsi Yes Színház. Jutalom jár az Emmy jogoltából. És megkérem Fajcsi Ferit,
hogy vegye át tőlem a szót, és én visszavonulok. Köszönöm szépen, egy-két információt szeretnék még. A díjakat Komlóváros önkormányzata, a Nemi Kultúráért Felelős Államtitkársága, valamint a Nemzeti Művelődési Intézet ajánlott fel, amelyet a csoportok megkaptak. Az oklevelekben Bálint Ferenc, komlói grafikus művész részkarcát is megtaláljátok. Ezúton is szívből gratulálok mindenkinek. És van még nekünk egy kis kötelességünk, vannak még díjaink, amiket szeretnénk kiosztani. A fesztivál alatt meghirdettünk egy mobiltelefonos fotópályázatot. Annak a győztesét szeretnénk most kihirdetni. Én nyertem. A győztes szintén Bálint Ferenc komlói grafikus művész alkotását nyert el. Kérem, hadd szólítsam a színpadra nagy-nagy örömmel kedves barátomat, a Prospero Színtársulat kimagasló tagját, Solymosi Zoltán. Nem köszöntem meg eléggé ezt a négy napot, de nem csak az én köszönetemből kell megélniük. A leglelkesebb nézőket, ahogy ezt a fesztivál elején elmondtam, idén is szeretnénk honorálni, mégpedig a legtöbb előadást látogatott néző egy András ígérete szerint színház látogatással egybekötött soproni wellness hétvégét nyer. Én a eldöntésre megkérném polgármester urat, mert eddig is nagyon szerencsés keze volt, hogy húzza ki a győztest. És amíg a győztes kihúzásra kerül, kötelességem elmondani, hogy Szilágyi főorvos úr felajánlása az a díj, a Pannonia Med Hotelbe szól, és a borítékban, amit meg fog kapni a kedves nyertes, abban részletesen meg van írva, hogy milyen rendszerben tudja befoglalni az időpontját a következő időszakban. Azt hiszem, hogy jövő év március 31-ig tudja beváltani a díjat, és hogyha a színházi aktív időszakban jön a városba, akkor én az igazgatói pávait át fogom neki engedni. Megtörtént a húzás. Remélem itt van körünkben, de nagyon lelkiismeretes volt, mert a telefonszámot is megadta. Tehát ha nincs itt, akkor tudjuk értesíteni. A győztes pedig komlói, Dávid Földi, a Benc úr Gyula utcából, Pető János még. Óriási dolog az, hogy a díjazottak, tehát itt vagyunk, akiknek a nevét kihúztuk, arra mindegyikről tudni kell, hogy minden egyes előadást láttak, ami elképesztő teljesítmény volt, ez a külön gratulálás. Most pedig engedjék meg, hogy a minden szentnek maga felé hajlik a keze, mondást erősítve. Átadjuk mi is egy kis díjat. Szeretnénk megköszönni a zsűrinek, hogy itt voltak velünk, és kibírták velünk amatőrökkel ezt a négy napot.
Mondom ezt kifejezetten Ákosnak. Igen, tehát a zsűri is minden előadásra részt vett, amihez külön gratulálunk. Egy kis díjat szeretnénk átadni neki. Önkormányzata ajánlotta fel. És van még egy kis nemes feladatunk, az itt jelenlévő zsűrinek és a fesztivál két fővédnökének van egy kis meglepetésünk is. A Komlói Súgoljuk Egyesületnek van egy hihetetlen aktív tagja, aki a mi kreativitásunkat itt a színpadon kiszolgálja, de más területen a saját kreativitásával művel csodákat. Ő a mi súgónk, Wagnerné Kovács Sarolta, aki hihetetlen gyönyörű mézes kalácsokat állít elé, gyönyörű kislánya Wagner Anita segítségével. A következő ajándékokat ő ajánlotta fel, melyet szeretnék átadni. Megkérem erre az Egyesület elnökét, Harka Jenőt, fáradjon fel, segítsen nekünk a díjkiosztásban. És Saci néni nem csak a zsűrire és a vendégekre gondolt, hanem a győztesekre is. Úgyhogy én még egyszer szeretném a 7 díjazottat felhívni ide a színpadra. Az első 3 helyezettet, a legjobb színészt, legjobb színésznőt, legjobb rendezőt és legjobb mellékszereplőt, hogy a Súgoljuk Egyesület ajándékát át tudjam adni. Kérem, gyertek fel a színpadra! És hát sajnos minden jónak vége szakad egyszer, így a mi fesztiválunknak is. Hogy nincs más dolga, mint megkérjem dr. Hoppár Péter, a fesztivál fővédnökét, kultúráért felelős államtitkár, hogy zárja be az idei klasztot. Hölgyeim és uraim, tisztelt fesztivál, kedves barátaim! A fesztivál kezdetén, 4 nappal ezelőtt azt mondtam, hogy a tavalyi évben az első hagyományteremtéssel, hagyományteremtő szándékkal részt vett fesztivál alkalmával
olyan magasra tették a lécet az előadók, az előadások, a műhelyek, a színházi közösségek, hogy a szakma és Komló városa kikövetelte, kidörömbölte, hogy a folytatás ne 3 évenként, ne 2 évenként, hanem már is a következő évben megtörténjen. Én azt hiszem, hogy jól döntöttünk, ha igazak ezek a számok, és miért kételkednénk benne, hogy az idei 12 előadás 3,5 nap alatt összesen pontosan a tavalyi nézőszám kétszeresét hozta be a színházba, 2300 néző vett részt az előadásokon, ez önmagában szerintem megér egy külön nagy tapsot. És olyan szívbe markoló gondolatokkal támasztotta alá az iménti felszólásában a zsűri elnöke és a fesztivál igazgatója, hogy mi végre is szándékozunk évről évre összegyűlni és áldozni a színházművészet oltárán az amatőrök világa felé is kinyitva a kaput. Azt hiszem, hogy a legszebb szimbolikus kapcsolódás ezekhez az elhangzott gondolatokhoz az éppen, ami kutatás állapítkánsági transzparensű, hogyha megkérhetek benneteket, hogy kicsit odébb mennétek. Láthatják ezt a logót, amit azért készítettünk, hogy a kulturális alapellátást szimbolizáljuk. Itt ugye 3 ember kapaszkodik össze, és valamilyen formában egy kört, egy közösséget alkot, és azt harsogja, azt üzeni ez a transzparens, hogy a kultúra felemel. Ki az, aki nem mondaná azt, hogy egy egész évadon keresztül nem hivatásszerűen a színházból megélve, hanem szabad idejét erre számva azon dolgoznak műhelyek, közösségek, hogy értéket, előadásokat hozzanak létre, és a közönséggel kapcsolatba kerüljenek, és azt a bizonyos meghatódást, azt a bizonyos katarzist, amiről szintén szó volt, azt előcsikarják az előadott művek során. Én ezt egy különlegesen nagy kulturális kincsnek, értéknek tekintem. És valóban örülök, hogy a zsűri ezt kierősítette, hogy már rég nincs arról szó ebben az értékteremtésben, ebben a közösségalkotásban, ebben a magas művészeti tevékenységben és ebben a társadalomgyógyító programban már rég nem kérdés az, hogy ezt valaki hivatásszerűen végzi, vagy pedig műkedvelőként. A hevülete, a hőfoka és az értékteremtés minősége az, ami irányadó. És itt a mostani fesztiválon néhány pillanatra, amikor bele tudtam tekinteni az előadások hangulatába, vagy részt vettem a kerekasztal beszélgetésen, az erősödött meg bennem, hogy itt a zsűri egyhangú, egyöntetű véleménye szerint, a jelen volt színjátszók visszajelzése szerint itt létrejön ez a minőség, és létrejön ezen a seregszemlén az a vágy, hogy a közönség érték tartása az megtörténjen. Hogyan lenne a jövő Magyarországán, hogyan lenne a jövő Kárpát-medencéjében színház látogató közönségünk, hogyha a helyi közösségeinkben ennek a magját nem vetnénk el. Hogyha nem lennének amatőr társulatok, hogyha nem lennének izzó előadások, akkor 10 év múlva, 20 év múlva a színházaink kiürülnének, és nem lenne közönség. Úgyhogy hálával és köszönettel tartozunk, nem csak az állam, nem csak a mindenkori közösségek választott vezetői, hanem a profi társulatok is, és a kőszínházak közössége is azért az értékteremtésért, amit ezek az amatőr társulatok felmutatnak. Én boldog és óvatos bizakodással tekintek a jövő felé. Kitapostunk egy ösvényt közösen az imént, megbeszéltük azt, hogy hogyan lehetne ennek a nagy közösségnek olyan fórumokat teremteni a jövő évben, amely fórumok hozzájárulhatnának ahhoz, hogy még többekhez jusson el, és ilyen összekapaszkodó közösségekben tárjuk fel, hogy valóban a kultúra esélyteremtése az felemeli az egyént, és általa erősíti a közösséget,
a helyi közösséget, a lokális identitást, és ezen keresztül persze a nemzeti identitást is, hogyan, milyen eszközöket tudunk emellé rendelni. Köszönöm az itteni művészeti vezetőktől, hogy olyan javaslatokat és inspirációkat adtak, amelyekkel egy programot fogunk tudni alkotni, egy ízig-vérig közművelési programot, amelyben segíthetjük azt, hogy a közönség szélesebb, egyre szélesedő köre a minőséget fogyassza. Mert hogy napjainkban sok-sok minőség alatti produkciót látunk az internet és a televízió közvetítésén keresztül, nekünk pedig konokul ki kell tartanunk és ragaszkodni kell a magas minőség mellett. Ez teremthet értéket szerte az országban. Komló ebben magas szinten bizonyított, és Komló megérdemli azt, hogy a jövő évben valóban, ahogy emellett már a szakmai közönség tavaly döntött, folytatás következzen. Én ebben a folytatásban minden rátartozó segítséget a jövőben is meg fogok adni. Köszönöm mindenkinek a befektetett munkáját, Isten éltesse önöket, és jó nyeres kívánok a nyári időszak. Kérem végül, de nem utolsó sorban, Polics polgármester urat, hogy invitálja önöket valahová, gondolom jövőre ide. Államtitkár úr, hölgyeim és uraim, nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Ha mit látok én ma, most? Hogy még az idő is siratja a kaszt végét. Hát olyan fantasztikus négy napon vagyunk túl, és önöktől, mindenkitől kaptunk. Remélem, tudtunk adni is egy picit, és az elmúlt időszak arra ösztönöz minket, és arra bátorít, és itt mindenki benne van, elsősorban a fellépők és a nézők, mert ez a két pólus egymásra talál, akkor van igazi katarzis, hogy nekünk ezt folytatnunk kell. Kötelességünk, hogy folytassuk, államtitkárság biztat, mi pedig nem maradhatunk le, mert, mint mondtam, mi a kultúra fővárosa vagyunk, és nagyon sok lábon állunk, és ezt nekünk bizonyítani kell az elkövetkezendő időszakban is, és megvan minden pólus hozzá a városba, a környéken, az országba, hogy ezt folytassuk. Meg kell köszönnöm a közönség mellett a Súgójuk Egyesületnek, az Egyesület minden tagjának, a Közösségek Házának, a Színháznak, hogy otthon teremtett a vendégeink számára. És mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk vissza a Komló városába és a környékére. Még nagyon sok-sok szép látnivaló van. Egyet ígérhetek, jövőre ugyanúgy fogjuk támogatni a harmadik kasztot, mint ahogy az első kettőt tettük, és számítunk önökre, számítunk mindannyiukra, és ha ez ilyen összefogásban megy, akkor sikerülni fog. Nagyon jó egészséget, jó szerencsét, minden jót kívánok mindenkinek! Kedves közönségünk, véget ért a gála, de el kell mondanom önöknek, hogy két bejelenteni való van, egy egyszerű, hiszen egyből, ahogy mi innen lemegyünk majd a színpadról, akkor egy-két percen belül Sasvári Sándor koncertjére kerül sor, amire invitálok mindenkit nagy szeretettel, de mielőtt erre sor kerülne, arra szeretném kérni az összes teremben lévő színházi alkotót, legyen az rendező, vagy színész, vagy segítő, vagy súgó, vagy bármilyen minőségben a színházhoz kötődő alkotó személy, hogy jöjjön fel a színpadra, nagyon jó ugyanis a sajtónk, és csinálunk ennek a jó sajtónak köszönhetően most egy olyan búcsú fotót, ami egy nagy tabló fotó lesz, ami hát üzen itt Komlóval kapcsolatban a világnak valamit, vagy próbáljanak meg mosolyogni, és akkor ezt a fajta mosolyt szeretnénk üzenetként elküldeni, ami egy évig reméljük, hogy kitart. Úgyhogy kérek mindenkit, aki érintett, hogy jöjjön fel a színpadra a fotózáshoz. Thank you.